Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió híradója. Június 23-a van Zoltán névnapja. Ma van a Szent Iván éji tűzgyújtás napja. 46 éve született Zinedine Zidane, algériai származású francia világ- és Európa-bajnok labdarúgó. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Kikapott Svájctól a szerb labdarúgó válogatott az oroszországi világbajnokságon. Holnap folytatódik a Belgrád-Pristina párbeszéd Brüsszelben. Megünnepelte 10 éves születésnapját a Pannon Rádió. Mátyás királyt ünnepelték tegnap a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban. Szerbia labdarúgó válogatottja 2-1-re kikapott Svájc csapatától az oroszországi világbajnokság E csoportjának második fordulójában tegnap este. Ezzel nehéz helyzetbe kerültek a szerbek, ugyanis ha tovább akarnak jutni a kieséses szakaszba, mindenképpen győzniük kell Brazília ellen az utolsó fordulóban. Bombafejessel kezdődött a meccs. Alekszandar Mitrović már az 5. percben megszerezte a vezetést. Teljes mezőnyfölényben volt Szerbia az elején, de a félidő második részében Svájc átvette az irányítást, de gólig nem jutottak. A fordulás után a svájciak fokozták a tempót, és Saka jól eltalált lövésével egyenlíteni tudtak a mérkőzés 52. percében. Ezután kiegyenlített játék alakult ki, mindkét csapat lőhetett volna gólt, de egyik csapat sem jutott találatig. Több olyan helyzet is kialakult a pályán, amely a videóbíró segítségét igényelte volna, azonban a játékvezető nem élt a lehetőséggel. Mitrovićot az 5-ösön két svájci védő is lefogta fejjelési helyzet közben, mégis ellene ítélt a bíró. Az elmaradt büntetőre reagálva a szerb labdarúgó szövetség fellebbez a FIFA-nál az egyoldalúnak vélt bíráskodás miatt. A szerb csapat kissé elfáradt a meccs utolsó 10 percére, és Shaqiri egy kontratámadásból a 90. percben megszerezte Svájc számára a győztes gólt. A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy mindkét svájci gól szerzője kezükkel kétfejű sast formázva ünnepeltek Szerbia ellen. Ezzel a két albán származású játékos Albánia jelképére, a zászlóban is látható sasra utalhatott. A FIFA egyébként tiltja a politikai állásfoglalásokat a pályán. Ezek után nagyon nehéz lesz tovább jutni a Mladen Krstajić tanítványainak, hiszen az utolsó fordulóban Szerbia-Brazília mérkőzés rendeznek. A csoportot a 4 pontos brazilok vezetik, Svájcnak szintén 4 pontja van, harmadik Szerbia 3 egységgel, Costa Rica pont nélkül az utolsó. Büszke a szerb népre, mert a Svájccal szembeni labdarúgó mérkőzésen elszenvedett vereség ellenére is megőrizték méltóságot és egységesek maradtak, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő azt mondta, bízik abban, hogy a szerb nemzeti 11 legyőzi Brazíliát, de az ország egy esetleges vereség esetén is kiáll a sportolói mellett, tette hozzá az elnök. Nagy reményekkel várták a szurkolók Szerbia szerte a tegnap esti meccset, azonban csalódniuk kellett, egyes ítéletek és megnyilvánulások pedig tovább keserítették a hangulatot. A hideg, esős idő sem tartotta vissza a foci rajongóit Újvidéken attól, hogy a kávézók kerthelyiségeiben közösen kövessék végig a Szerbia és Svájc közötti összecsapást. A szurkolók bizakodóak voltak. Lagana pobeda 3-0. A meccset hatalmas elánnal kezdte Szerbia. Mitrović fejesével már az 5. percben megszerezték a vezetést. Az első 20 percben a szerb csapat teljes fölényben játszott. A félidő második részében Svájc ugyan átvette az irányítást, de csak helyzetekig jutott. Így a mérkőzés első fele végül a szerbek vezetésével zárult. Ja sam za sada stvarno prezadovoljna ovim prvom polovremenom, od drugog polovremena očekujem bar još jedan gol, očekujem da će biti 2-1 za nas i da ćemo posle Brazil pobediti i eto, da će Srbija biti bar u top 5 na svjetskom prvenstvu ove godine. Još jedan gol bi nam značio da se smiri utakmica, ali imamo rezultat kao što nam treba i bit će dobro, sljedeći je Brazil. A második félidőben a svájciak fokozták a tempót és mentek is előre becsületesen, míg a szerb csapat inkább a kontrákra épített. A mérkőzés 52. percében végül a svájci Sakának egy jól eltalált lövéssel sikerült egyenlítenie. A
Az utolsó negyed órában teljes svájci fölényt láthattak a nézők. A mérkőzést a 90. percben Shakiri higgadt lövése döntötte el. A szerb szurkolók csalódottságára a svájci csapat végül 2-1-es eredménnyel győzött. Možda i taktički nismo dobro, možda postoji drugom poluvremenu. Počeli smo lepo, propustili svoje šanse i to je to. Žao mi za prvi gol što smo primili, to je onako gol da je golman propao, da je mu prošao od ruke, ono jako blizu, bez veze. Ljudi nisu razočarali ono što smo očekivali, to smo i dobili. Realno. Realna priča. A nagyon szurkoltunk, hogy meglegyen a nyeres, és sajnos, hogy így alakult végül, hogy amilyen jó meccs, ahogy jó indult 1-0 az 5. percben, nagyon reménykedtünk, még reméltük, hogy megmarad az 1-0. Sajnos, hogy így alakult végül, hogy az utolsó percben még beadtak egy második gólt, hogy végül megnyerték. Hát meglátjuk, most várjuk a brazil meccset, hogy mi lesz, nagyon szurkolunk, ugyebár. Szerdán a szerbeknek mindenképp győzniük kell a dél-amerikaiak ellen a továbbjutásért. A hideg és esős idő ellenére is szép számban gyűltek össze a magyar-kanizsai Tiszaparton a foci kedvelő szurkolók. Egy kivetítőn és a helyi közösség által felállított nagy sátorban is nézték a trukkerek a Szerbia-Svájc mérkőzést. Volt, aki a barátokkal és volt, aki a családdal érkezett, hogy közösen szurkoljanak a szerb válogatottnak tegnap este. Én nekem apukám válogatott focista volt, és ez ilyen családi szokás, hogy ez a foci szenvedély, és hát mivel itthon vagyok, ugye így mondta apu, hogy hát itt lent van egy ilyen lehetőség, és így hát úgy döntöttem én is, hogy lejövök vele. Azért csak jobb így közösségben nézni, mint otthon egyedül. Bár az eredmény kedvezőtlenül alakult Szerbia számára, még így is jó hangulatban telt az este. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb hangulatot tudunk majd mi magunknak is varázsolni, mint otthon. Itt lesznek jó barátaink, kisebb lányommal jöttünk meccset nézni, és ugye nem kérdezi meg, hogy kinek szurkolunk, ugye? Mert egyértelmű, hogy hajrá Szerbia! A magyar-kanizsai helyi közösség először szervezett ilyen jellegű programot. A felállított nagy sátorban a labdarúgó világbajnokság minden mérkőzését megtekinthetik a kikapcsolódni vágyók. Természetesen azon kívül, hogy a sportról van szó, és azon kívül, hogy a szerb válogatottról van szó, aki hát csak a mi csapatunk, szeretnénk, hogyha ez egy közösség építő szerepet is játszana a kanizsaiak, de nem csak a kanizsaiak életében, hiszen a mindennapjaink azzal telnek el, hogy a munkáról haza, otthonról a munkára, és hát esetleg nyáron megengedhessük magunknak, hogy lejövünk ide a strandra, a Tiszapartra egy picit a gyerekekkel. A mérkőzés mellé vacsora is került az asztalra, amelyet a Gasztro Balkán étterem biztosított a nyitóesten. A híradó végén még foglalkozunk a világbajnokság eseményeivel. Nehéz tárgyalások várnak ránk vasárnap Brüsszelben. A megbeszélések lehetőséget adnak, hogy hallassuk a hangunkat és az álláspontunkat, nyilatkozta Alexander Vučić. A szerb államfő kifejtette, fontos lenne az egyeztetések új fordulójában, hogy érdemben is előre mozduljon a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd. Az államfő elmondta, továbbra is segíteni fogják a Koszovó területén élő szerbeket. A támogatásukra ezután is évente több mint 500 millió eurót fognak biztosítani. Alexander Vučić kifejtette, pénzügyi segítséggel szeretnék megállítani a koszovói szerbek elvándorlását. Emellett az egész Szerbia területén élők életszínvonalán is javítanának annak érdekében, hogy a fiatalok ne költözzenek külföldre ekkora számban. Biće teško u nedelju, ali mi ćemo da čuvamo naše pozicije i da se borimo za svoju zemlju i za svoj narod, poštujući sve druge i uvijek želeći da postignemo kompromis. Az amerikai elnök megfenyegette Európát, hogy 20%-os vámot vet ki az Európai Unióból importált autókra, ha az európaiak nem bontják le gyorsan az amerikai termékeket sújtó vámokat és kereskedelmi akadályokat, írja az MTI. Ezzel az intézkedéssel válaszolt az EU az amerikaiak által kirótt acélra és alumíniumra vonatkozó importvámokra. Donald Trump a Twitteren közzétett üzenetében arra szólította fel az európai vállalatokat, hogy inkább az Egyesült Államokban gyártsák autóikat, ne az Európai Unióból exportálják azokat. Az európai autógyártók árfolyama csökkent a fenyegetés elhangzása után.
meghosszabbította az Észak-Korea elleni szankciókat Donald Trump. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke a szingapúri béketárgyalásokon még arról beszélt, hogy Pjöngjang atomfegyverei nem jelentenek már veszélyt a világra. Most azonban még egy évre hatályba léptette a 2008 óta érvényben lévő szigorításokat. Elmondása szerint azért volt erre szükség, mert még mindig fennáll a rendkívüli fenyegetés veszélye. Döntését az amerikai védelmi tárca azon határozatával egyidejűleg jelentette be, miszerint meghatározatlan időre beszüntetik az USA és Dél-Korea közös hadgyakorlatait. Hajnalig tartó bulival ünnepelte hallgatóival együtt 10 éves születésnapját a Pannon Rádió az oromhegyesi Atlantis Gardenben. A diszkóban több mint 2000-en jöttek össze. A felhőtlen hangulatról több sztár fellépő gondoskodott, de a rádió munkatársai voltak a középpontban, akik nem érkeztek üres kézzel. Fergeteges parti hangulatban volt mindenkinek része, aki ellátogatott ide Oromegyesre, a Pannon Rádió 10. születésnapjára, és ahogy talán az hallatszódik, jelenleg is a hangulat a tetőfogán van, és a buli még mindig nem ért véget. Hiszen nem túlzás azt mondani, teltházas rendezvény volt a Pannon Rádió 10. születésnapi bulija. A hideg és szeles időjárás ellenére senki nem fázott, mert a DJ-k jól bepörögtek, az ünneplő közönséget alaposan megmozgatták. Az este fénypontja a Pannon Rádió műsorvezetőinek színpadra vonulása volt, akik természetesen nem érkeztek ezúttal sem üres kézzel, számtalan emléktárgyat osztottak szét az önfeledten mulató hallgatók között, sokaknak megvan a kedvence. A vendégek között nem csak vajdasági és magyarországi rajongók voltak, hanem olyanokkal is találkoztak műsorvezetőink, akik Európa másik feléről érkeztek. Szeretném, ha még tovább működne, akár 10, 20, 30 évig keresztül. Az ilyen és ehhez hasonló zenei rendezvények szervezése fontos a Pannon Rádió számára. Ilyen típusú bulink még lehet, hogy nem volt, de azért igyekszünk mindig a hallgatókkal valahogy kapcsolatba kerülni. Tehát az viszonylag gyakori, hogy mi megjelenünk terepen, hogy élő műsort sugárzunk valamilyen rendezvényről, legyen az az Interetno vagy a Vajdasági Szabad Egyetem. A Presszó című műsorunk volt, hogy heteken át kivonult különböző vajdasági kávézókba, és onnan ment az élő műsor. Bödő Róbert, a Hangár műsorvezetője és a buli szervezője elmondta, hogy az Atlantis Garden teljesen megtelt, mintegy 2500-an voltak. Körülbelül egy órát kellett vesztegelniük a Röszke-Horgos autópálya határátkelőnél a Szerbiába igyekvőknek ma délelőtt, és a délután folyamán sem változott a helyzet. Magyarország felé pedig egész nap szinte várakozás nélkül át lehetett jutni ennél az átjárónál. Öt sávban engedték át az autósokat szombat délelőtt a határőrök a Röszke-Horgos autópálya átkelőnél a Szerbia felé. Nem mindenki tűrte jól a várakozást. Reggel mentem háromkor, vittem a kollégákat, jövök vissza, talán két órát várok. Egyelőre viszonylag nem túl hosszú a sor, kb. Másfél órája állunk összesen, de mindjárt végzünk, tehát lehetne rosszabb is, lehetne jobb is, közepes. Látta, hogy visszafelé sokkal rövidebb, ugye? Igen, hát persze most mindenki megy délnek, tehát egyértelmű, igen, visszafelé már sokkal kevesebb, kisebb a sor, persze. Maguk merre tartanak? Szabadkára. Azért nőtt meg a forgalom Szerbia irányába, mert a Németország egyes tartományaiban élő török vendégmunkások most utaznak haza. Megkezdődött a diákok nyári szünideje. Na izlazu iz Republike Srbije je trenutno mirno, međutim na ulazu imamo pojačan promet putnika i saobraćaja. Trenutno radimo u 5 saobraćajnih traka. Putnici su uglavnom stranci koji putuju na more, odnosno oni koji se nalaze na privremenom radu u Evropskoj uniji. A parancsnok hozzátette, a következő hétvégén még nagyobb hullámra lehet számítani, ugyanis más német tartományokban is véget ért a tanév.
Várandós kismamák, valamint három vagy több gyermekes családok ingyenes parkolásáról döntött csütörtökön a Szabadkai Városi Képviselőtestület. A kezdeményezést a Város Közlekedés Biztonsági Tanácsa javasolta. A belvárosi nagy parkolóban csúcsidőben mindig óriási tumultus van. A hivatalban dolgozók, a bevásárolni indulók kedvenc parkolóhelye ez. Emellett a kávézók, a sétáló utca és a játszótér mind-mind ide csalogatja az embereket, de itt szeretnének parkolni a központban lakók is. Ez nagy gondot okoz számukra, mert nehezen találnak helyet és parkolódíjat is kell fizetniük. A nagycsaládosokat megillető kedvezményről Ivana Stanojevic most értesült. A három és több gyermekes családok, valamint a várandós kismamák kaphatnak a jövőben ingyenes parkolási lehetőséget Szabadka területén. Így döntött csütörtökön a Városi Képviselőtestület. A Szabadkai Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, Benák Búcsú Emese örömmel fogadta a hírt, hiszen arra törekednek, hogy a több gyermekes családoknak olyan kedvezményeket kínáljanak fel, amelyekkel megkönnyíthetik életüket. Most értesültünk erről az új kezdeményezésről, hogy esetleg a parkolási díjat nem kell majd azoknak a családoknak megfizetniük a Szabadka város területén, akik három, illetve több gyermeket nevelnek. Ez természetesen egy lépésnek úgy gondolom, hogy nagyon jó. Mi további lépéseket is el tudunk képzelni, de ha csak annyit mondok, hogy nyilván ahol több gyerek van, ott több szaladgálni való is van. Hamarosan kiderül, hogyan lehet igényelni az engedményt. A szabályozatot az ingyen parkoláshoz való jog elismeréséhez majd a Városi Tanács fogja elfogadni, a javaslatot pedig a Városi Tanács felé a kommunális ügyekkel foglalkozó Városi Titkárság fogja kidolgozni, tehát itt majd pontosan le fogják fektetni, hogy milyen papírok, milyen bizonyítékok szükségesek ahhoz, hogy az ingyen parkoláshoz való jogot elismerjék a három és több gyermekes családok, illetve a terhes nők részére. A kiadott végzés alapján pedig a kommunális, a parking kommunális közvalat matricát fog nagyon valószínű kiadni. Az érintettek őszre várhatják a kedvezmény hatályba lépését. Megnyitott a kapuit a gyógyvizéről híres Temerini Medence Központ. Napi szinten több mint 1000 látogatója van a fürdőnek, hisz a helyi termálvíz gyógyhatása eléri a leghíresebb magyarországi gyógyfürdők vizeinek minőségét. Temerinben 1985-ben építették ki és helyezték üzembe a medence komplexumot, ahova a helyiek azóta is szívesen járnak. Itten, amikor meleg van, le lehet hűlni, és társaságommal itt szoktunk szórakozni. A fürdőközpont csaknem 20 000 négyzetméteren fekszik. Míg a fiatalok legszívesebben az olimpiai méretű medencébe csobbannak, addig az idősebbek szívesebben választják a termálvizes fürdőben való megpihenést. A gyógyvizes medencéket 600 méter mérőről feltörő, 37 fokos termálvízzel töltik fel, mely hatékonyan gyógyítja a reumatikus betegségeket, a degeneratív és bőrbetegségeket, valamint a sebek gyógyulását is elősegíti. Víz gyógyvíz, tehát azt is kihasználjuk már a korunknak megfelelően, ugye az is, de az olimpiai medencébe is nagyon szívesen frissülünk föl, úgyhogy itt jól érezzük magunkat, szerintem elég szépen el van látva ez a medence. Ha körbenézünk, gondolom látni is, hogy rendezett, szép, virágok vannak, ha esetleg kedvünk van kávét, vagy italozni, enni, bármit megtalálunk, úgyhogy mi itt nagyon jól érezzük magunkat. A temerini termálvíz gyógyhatásait tekintve vetekszik a szomszédos Magyarország híres gyógyfürdőivel, így idegenforgalmi szempontból is jelentős. Naravno da je termomineralna voda ono što svaki dan na Temerinski bazen privuče i do 1000-2000 ljudi koji dolaze da se opuštaju i pokušaju da reše neke svoje zdravstvene probleme upravo koristeći kupanje u ovoj vodi. A három medencén kívül a fürdőzők a játszóteret és a sportpályákat is használhatják. Mindezekért a gyerekeknek napi szinten 120 dinárt, a felnőtteknek pedig 200 dinár kell fizetniük, ám igénybe vehetőek a kedvezményes családi és időszakos jegyek is. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a Tordaiak klubja. Falunapot tartanak Martonoson.
Előadás sorozattal ünnepelték tegnap Mátyás királyt Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. Négy vajdasági amatőr színtársulat készített rövid előadásokat a magyar történelem egyik legismertebb uralkodójáról. Idén a Mátyás emlékév alkalmából kérte fel Magyarország szabadkai főkonzulátusa a vajdasági amatőr színtársulatokat, hogy állítsanak össze rövid produkciót a magyar történelem egyik legismertebb uralkodójáról. Négy csapat készített saját előadást. Azt szerettük volna, hogyha a vajdasági magyar amatőr színjátszók és hasonló lelkes csapatok mutatnák meg, hogy az adott témakörben mi a véleményük. Ez tavaly az Aranykor esetében, az Arany János emlékév esetében én úgy gondolom, hogy szép sikerrel zárult, és ennek apropójaképpen került megrendezésre az idén is az 1458-as koronázási év, a Mátyás király emlékév apropójaképpen egy újabb ilyen megmérettetés. Az újvidéki, a nagybecskereki, a szajáni és a szenttamási amatőr társulatok korcsoport szerint és földrajzilag hitelesen képviselték a vajdaságiakat. Volt köztük fiatal színjátszó csoport, de olyan társulat is, amely az utóbbi 22 évben aktív munkát végzett. Nagyon különbözőképpen álltak ehhez a témához. Van, aki a klasszikus megközelítési módot választotta, van, aki egy picit komolyabb, van, aki nevettetni, szórakoztatni akar könnyeden, és bizony olyan előadást is láthattunk, ami nagyon-nagyon elgondolkodtató, és egész modernül szürreálisan közelíti meg a témát. Ők az Európa Kollégium színtársulata fiatal csapata, akik egy Mátyás színtézést vittek színpadra. A mondákból táplálkoztunk tulajdonképpen, és ezeket megpróbáltuk egy kicsit korszerűsíteni nyelvezetben is, és maga az előadás mód is egy alternatív vonalat képvisel, és a fontosabb, számunkra fontosabb alakokat, szereplőket jelenítjük meg, ezt értettük szintézis alatt. A Mátyás király Szabadkán című színházi esten a középkori zenét a Hollóének Hungarika régi zene együttes szolgáltatta. A Tordai klubja fennállásának 20. évfordulóját és a Tordai újság 90. számának megjelenését ünnepelték ma a Bánáti településen. A díszülésre több mint 200 vendég érkezett a világ minden tájáról. A Tordai klubjának himnuszával és ünnepi köszöntőkkel kezdődött a Tordai klubjának díszülése. 20 évvel ezelőtt a Tordai klubja, amikor megalakult, úgy döntött, hogy nem feledkezik meg azokról, akik elmentek, és együtt közösen a nagyvilág magyarságával, nagyvilágba elszakadt tordaiakkal együtt próbálja a kapcsolatot tartani, az együttműködést, a szülőföldhöz való kötődést, és én azt hiszem, hogy nagyon eredményesen dolgoztak. Ennek egy fontos közvetítője volt immár szorványdíjjal is kitüntetett Tordai újság. A Tordai klubjának jelenleg több mint 800 tagja van. Ha úgy nézzük, hogy ők családaikkal együtt legalább 1500-2000-en vannak, akkor a most 1000 lelket számláló tordaiaknak elmondhatjuk, hogy akár 3000-en is együtt gondolunk, együtt gondolkodunk, együtt érzünk, együtt fogjuk a tordát tovább vinni. Sok elszármazott is hazalátogatott erre az alkalomra. Azt mondják, hogy Ázsián kívül minden földrészen található tordai. Hál' Istennek, Gyurkának, Lázár Gyurkának, aki mindig rendszeresen küldi az újságot, és akkor itt informálódok arról, mi történik, látom, hogy nagyon aktív a falu. Ennek örülök, hogy megvigyázzák a falu szokásait. Az ünnepség keretében megnyitották a Berényi János emlékházat, és elhelyezték a kegyelet virágait a Tordai klubja alapítójának emléktáblájára. Vallás szociológiai kutatásokat végeznek a nagybecskereki, valamint a szabadkai egyház megyében, és ezzel próbálják a szakemberek felmérni a polgárok egyházról alkotott véleményét. A nagybecskereki egyház megyében 2020-ig tartó zsinati folyamatok eddigi menetéről tegnap sajtótájékoztatón számoltak be. A nagybecskereki egyház megye első zsinatának mottója a Lukács evangéliumából kölcsönözött mondat: jó nekünk itt. A zsinat célja az egyházi gyakorlat megújulása.
Ahogy a folyamat követésével megbízott Csiszár Klára, pasztorál teológus mondja, ez egy intenzív kegyelmi idő az egyházmegyében. Nagyon fontos, hogy az embereket is megkérdezzük. Megkérdezzük őket, hogy hogyan élik meg hitüket, mi számukra fontos, amikor az egyházra gondolnak, hogy ennek a kettőnek a kölcsön hatásából aztán alakuljon ki az a bizonyos optimalizált egyházi gyakorlat. Máté Tóth András vallás szociológus vezetésével pasztorál szociológiai felmérést végeznek a nagybecskereki és a szabadkai egyházmegyében is. A teljes lakosság lekérdezése mellett az adott plébánia közösségek legaktívabb tagjai körében is végeznek kutatást. Az egyházzal kapcsolatos vélekedéseket sokkal részletesebben vizsgáljuk, mint általában a közvéleménykutatások, még akár a vallásszociológiai kutatások is. És a másik nagyon fontos eltérés az az, hogy mi erősen fókuszálni fogunk ennek a régiónak a történelmi tapasztalataira. Az egyház közösségekben már véleményezték az evangelizációról szóló alapdokumentumot, amellett még 9 tematikus dokumentum, valamint a vallásszociológiai tanulmány alapján fogadják majd el a zsinati irányelveket. A zsinatnak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy meghatározza a jövőjét, az egyházmegyénk jövőjét. Tehát ez a meghatározás valójában eddigi pasztorál terveink 5 évére szóltak, szerintem 10 éves program lesz, amelyet minden évben újból át akarunk nézni és frissíteni. A 2011-es népszámláláskor bánságban mintegy 60 ezren vallották magukat katolikusnak, becslések szerint ma 50 ezren lehetnek. Ünnepélyes keretek között búcsúztatták el péntek délután a temeréni Lukián Musicki középiskola 69. generációjának végzős diákjait. Az intézmény tanévzáró ünnepségét a helyi színház teremben tartották. Kicsöngettek. A temeréni Lukián Musicki középiskola végzősei elbúcsúztak diáktársaiktól, tanáraiktól. A legjobbakat a középiskola elismerésben részesítette. A diákok azt mondják, az iskola évek alatt megfelelő képzést kaptak a további boldoguláshoz. Elégedett vagyok, jó is sikerültek az érettségik, meg minden. Szeretnék majd befejezni a szakmai vizsgát utána, és akkor majd munkát keresni. És remélem, hogy kapok is majd. A középiskolában a kezdetek óta szerb és magyar nyelven is folyik az oktatás. Az intézményben a hagyományos gépészeti szak mellett a diákok tűzvédelmi technikus szakon is tanulhatnak magyar nyelven. A tűzvédelmiseket első generáció, akik befejezték, tehát most már rendelkezünk szakképzett tűzvédelmi technikusokkal. Ők is jók voltak, remélem, hogy legalább fele egyetemre fog iratkozni, vagy főiskolára. Az évzáró rendezvényen Sabah al-Zubeidi iraki költő is köszöntötte a diákokat. A béke nagykövet versei a békét, a toleranciát és az emberi értékeket hirdetik. Ő évek óta a középiskola egyik fő támogatója. Az elmúlt iskola év főleg az új partneri kapcsolatok létesítésének jegyében zajlott. Vstupili smo i potpisali protokol o pravno-poslovnoj saradnji sa Centrom za vanredne situacije u Budimpešti. Ušli smo u projekat prekogranične saradnje, vodili smo 30 učenika tamo, oni su imali stručnu ekskurziju, imali su pokaznu vežbu tamo, upoznali su se malo sa gradom. Specifično je to što smo imali tradicionalnu razmenu učenika sa Niškom školom, potpisali smo protokol o saradnji sa školom u Bosni i Hercegovini u Zvorniku. A legjobb tanulókat a középiskola egy mórahalmi kirándulással is jutalmazta. Ügyességi játékok és élő zenés táncház a gyerekeknek, valamint főzés és kiállítás. Így kezdődött ma délelőtt a Martonosi Falu és Családi Nap. A gyereksereg ügyességi játékokkal kezdte a falunapot. A 8 éves Börcsök Edvinnek a gólyás játék tetszett a legjobban. Egy lábon kellett állni, és mondja a verset, és ha azt mondja, hogy mehet, akkor volt szönyegek, és oda kellett ráállni.
Sűreg Anita játékvezető szerint nagyon fontos a gyerekeket is aktívan bevonni a falunap eseményeibe. A gyermekek minden évben nagyon élvezik a mozgásos játékokat, és én úgy gondolom, hogy lehet erre alapozni gyermekprogramokat. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nagyon sok gyerek gyűlt itt ma össze, annak ellenére, hogy borús reggelünk volt. A játékok mellett élő zenés táncházzal is készültek a szervezők. A helyi közösség épületében az idei martonosi festőtáborban készült alkotásokat, valamint a helyi kézimunkacsoport kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. A falunapot minden évben június végén tartják Martonoson. Ezt a napot tűztük ki annak, hogy minél közelebb legyünk, hogy az iskola fejezték, hogy a gyermekeink főbírjanak lépni. Tehát egy kicsit úgy is gondolom ezzel az egésszel, hogy így bírjuk a szülőket kihúzni odahazulra, hogy ne... Tehát kijöjjönnek a faluba, mert gyermekét meg kell nézni. A rendezvény Magyar Kanizsa önkormányzatának támogatásával valósult meg. Teltház előtt lépett fel a Borbé Mihály Poligon Topolya község múzeumában péntek este. A trió legújabb Poligon című lemezét mutatta be a vajdasági közönségnek. A zenekar tagjai a számtalan fúvós hangszert megszólaltató Borbé Mihály, Lukács Miklós cimbalmos és Dés András ütőhangszeres. A trió a kelet-európai és a balkáni népzene, valamint a jazz műfajában íródott Poligon című lemezét mutatta be Topolyán. Persze mindezt bravúros improvizációkkal fűszerezve. A Poligon című albumot még februárban rögzítették a Fonó Budai Zeneházban. Eleve Lukács Miklós, én nagyon régóta játszom, 15-6 éve legalább. Dés András is számos produkcióban barátom és kollégám volt, és egy fantasztikus bolgár kavalost, Teodosis Pászovot hívtuk még arra a bizonyos koncertre vendégnek, amelyet aztán rögzítettünk a Fonó Budai Zeneházban Budapesten, és kiderült, hogy az volt az életünk első koncertje, így egyébként trióban is, plusz még ugye ezzel a vendégművésszel, és kiderült, hogy nagyon jól működik ez az összeállítás. A zenekar külföldön is rendszeresen turnézik, játszottak már Bulgáriában, Írországban és Észtországban. Ezeken a fellépéseken a kompozíciók által adott egyfajta keret, de a koncertek alapvető eleme a rögtönzés, amely olykor népzenei, olykor a jazz irányába mozdulnak. Gyakorlatilag a zenék adottak voltak, mert abból a... mederből táplálkozunk, ami mindannyiunkat érdekel. A balkáni népek zenéje, a magyar népzene, a magyar kortárs zene. És ennek a lemeznek az apropója az is volt, vagy a specialitása az is volt, hogy Teodosis Pászov, a kitűnő kavaljátékos elfogadta a meghívásunkat, és vendégként csatlakozott a lemezünkhöz. Folytatódik a Borbé Mihály Poligon vajdasági koncertsorozata. Ma este a Palicsi Etnofesten lépnek fel. Felhős és napos időszakok váltakoztak ma napközben. Zápor, zivatar továbbra is bármikor kialakulhat. Vasárnap a hajnali 6-13 fokot követően napközben a napsütés mellett felhő átvonulásokra van kilátás. Elszórtan futó záporokkal. A hét utolsó napján a csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között alakulhat. Gólgazdag mérkőzésen múlta felül Belgium Tunéziát az oroszországi labdarúgó világbajnokságon. A belga válogatott Hazard révén 11-esből már a 6. percben megszerezte a vezetést. 10 perccel később Lukaku volt eredményes. 2 perccel később Tunézia szerzett szépítő találatot. Az első játékrész hosszabbításában ismét Lukaku talált kapuba. A fordulást követően a belga válogatott ott folytatta, ahol abba hagyta. Hazard már az 51. percben megszerezte második gólját. A belga csapat folyamatosan dolgozta ki a helyzeteket, de újabb gólt csak a hosszabbításban szerzett a belga Batshuayi. Tunézia második találatát a 93. percben szerezte meg, ezzel beállítva az 5-2-es végeredményt. Belgium második győzelmével vezeti a G csoportot 6 ponttal, míg Tunézia 2 vereséggel az utolsó helyen áll. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban.
kikapott Svájctól a szerb labdarúgó válogatott az oroszországi világbajnokságon. Holnap folytatódik a Belgrád-Pristina párbeszéd Brüsszelben. Megünnepelte 10 éves születésnapját a Pannon Rádió. Mátyás királyt ünnepelték tegnap a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban. Köszönjük figyelmüket, a pannonrtv.com weboldalon még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Tartsanak velünk a továbbiakban is, szép estét kívánok, viszontlátásra!